kazasztáni magyar törzs képviseletével itt találkozni, ez nem csak a lelkek felé nyitotta meg a kaput, hanem a történelem felé is. És ha egymás kezét kerestük, már pedig kerestük, sőt meg is találtuk, akkor az ő kezük is Szkítiáig ért vissza, meg a miénk is. Ennek a legszebb bizonysága az egy olyan aranylemez, amelyet hát többé-kevésbé mindannyian ismerünk, mert azért ez a szkíta műveltségen belül a legismertebb emlékek közé tartozik, ahol két szkíta férfiú úgy hajol együvé, hogy kettőjüket egy ivókürt kapcsolja össze, és ez minden valószínűség szerint egy vérszerződésnek a jelenetét idézi föl, amelyik a kazahoknak éppen úgy a múltjához tartozik, mint a miénkhez, és mind a kettőnk múltjában, hát egészen a szkítakorig visszanyomozható. Ebben az a különlegesen szép ebben a domborításban, ez egy aranylemeznek a domborítása, hogy ebben a helyzetben már nincs két külön arc. Tehát ebből a két profil arcból egyetlen arc rajzolódik ki, és ez az arc azt jelenti, hogy miután ebben a műveltségben a fej az a szellemiség képviselője, a nyakvonaltól a derékvonalig tartó rész, a kebel, az a lelkiségé, és az önvonal alatt az a testiségé. Tehát ha én látom, hogy a két fej egyetlenné válik, az azt jelenti, hogy a szellemiségünk egyé vált. Ez annyira szép megfogalmazás annak, amit a kurultájon gyakorlatban megvalósult, hogy nem is tudnám más képpel elindítani, hogyha mondjuk képekben kellene fogalmaznom erről az élmény, hát együttesről, amit ért bennünket. De van ennek egy kiegészítő párja is a szkíta művészetben, azt is szokták idézni, amikor két harcos, mind a kettő íjjal és nyíllal felszerelve, sőt éppen íjaznak, tehát nyílaznak, akcióban vannak, a hátukkal érnek össze, és az egyiknek a nyílveszeje a föld felé tart, a másiknak a nyílveszeje az ég felé tart. Most ezt a kapcsolatot a török nyelvű népek, a kazak is ilyen, tudjuk, csak egy bizonyos dialektus a török nyelvnek, a mai napig számon tartják, és úgy nevezik, hogy arkadas. Ebben az arka a hátat jelenti, a das a társat jelenti. Arkadas, ez azt jelenti, hogy háttárs. És ez a mai napig élő gyakorlat, bármilyen furcsán hangzik, a törököknél járva, én történetesen köztörök területen jártam, tehát nem kazahoknál, mai napig érvényben van, ugyanis ők nem csak két-két férfi között ismerik ezt a testvérbarátság című intézményt, amiről már Herodotosz is megemlékezik, a szkítáknál járt görög történetíró, hanem mai napig érvényben van, és mondom, nem csak két férfi között tartják nyilván, hanem egyik nép és a másik nép között is. Most a török népeknek egyetlen arkadas népük van, és ez bizony a magyar. Na most ezt én háromszor tapasztaltam meg Törökországon, kétszer jártam, egyszer két alkalommal is visszatért ez a helyzet, ennek aranyfedezete van. Tehát ez mai napig ezt a hátunkat egymásnak támasztjuk, és jöhet ellenünk a világ, ezt az összetartozást, ezt bizony ők tartják. Most jó volna, ha mi is tartanánk. Ez a kurultáj erre adott jó lehetőséget, és bizony éltünk is vele, tehát aki ezt átélte, az pontosan tudja, itt összeért a hátunk, és ez azt jelenti, hogy ez egy rendkívül erős, hát jövőnek szóló ígéret is. Itt nem ellenséget közvetlenül veszünk célba, mert ezt megint kell hangsúlyozni, ez egy kicsi íj és nyíl, ami itt a szkíta művészetben megjelenik, és ez első jelentését tekintve nem gyilkos szerszám. Ezt egészen pontosan tudjuk, megint csak mai napig tartó gyakorlatból, ez az íj és nyíl ösvénye a zen buddhizmuson belül mai napig gyakorolt meditációs technika, illetve annak megfelelő szertartás, és ilyenkor a kis íj és nyíl nem kifelé irányul, hanem befelé. Tehát a célpont nem kívül van, se állatot nem akar megölni, se embertársát nem akarja megölni, hanem az egyik nyílvessző ebben a bizonyos kompozícióban az a földi minőség felé irányul, tehát ott kell előre meditatív úton mindent, ami veszély, becélozni, és ilyenként előre figyelni arra, hogy onnan valamilyen veszély majd jöhet, a másik pedig égi, tehát fölülről jövő esetleges javakat, mert ott inkább javakat célzunk meg, mint veszélyeket, de veszély is adódhat.
és mindenképpen előbb kell megcélozni, mint ahogy megjelenik a közvetlen földi környezetünkben, mert amikor már ott megjelenik, akkor már általában késő. Na most ez az ősöknek, ez az üzenete rendkívül fontos, hogy ma is élő üzenet legyen, és én úgy éreztem, hogy azzá is vált. Ha pedig azt is megnézzük, hogy milyen területen hatott ez az erkölcs, akkor megint csak érdemes egy térképet elővenni. Na most ezen a térképen, ha az ember bejelöli ilyen nagy rózsaszín körökkel azt, hogy hol vannak a legnagyobb lelőhelyek, amik mai napig már föltártak, akkor rájön, hogy az egyik az a Fekete-tenger északi partvidékén rajzolódik ki, ezek a legrégebbi szkita leletek, a másik az Altájban. Most vendégeink azok az altái csoporthoz élnek közelebb, sőt majdnem, hogy annak a tövéből érkeztek ide. Tehát a kapcsolatuk azzal a részével a szkita műveltségnek gyakorlatilag máig eleven. Tehát az Iszik-kul például az a helyszín, ahol a kazasztáni talán leggazdagabb szkita leletanyag előkerült, azt ők nagyon megbecsülik, és mint saját módjukat tartják. Nyilván, tehát az a féle gátlásosság, ami bennünk, hát nem magától, de hát most már évszázadok óta mesterségesen kialakított gátlás, hogy nem merjük vállalni a saját múltunkat. Lehet úgy is mondani, hogy helyette műmúltat kapunk, ami nem veszélytelen dolog, mert hát azért ne felejtsük el, nem mindegy, hogy én helyből ugrok távol, vagy pedig neki futásból. Nyilvánvaló, hogy ha van egy múltam, amiből neki tudok futni, akkor sokkal távolabbi jövőbe tudok biztonságosan tájékozódni, viszont nem mindegy, honnan futok neki. Mert az szerint fog alakulni a jövőm. Minden esetben nekünk igazán nincs okunk arra, hogy adatmentesnek tekintsük a múltunkat, nagyon sok adat van. És ez mind afelé mutat, hogy nekünk bizony, még ahogy tanították az én dédapámat, tehát ez a Hármas kis tükör című tankönyv, amiből ők tanultak, ez még így fogalmazott, hogy a mi őseink, miénk, magyaroké, azok szittyák, hunok, avarok és magyarok nevek alatt jöttek be ide a Kárpát-medencébe. Tehát nem külön népekként tartották őket számon, hanem mint egyetlen nyelvi, kulturális, vallási, harcmodorbeli folytonosságot, amely különböző nevek alatti megjelenéseit tolta időnként előre. És az került be a történelem reflektorfényébe, de lényegileg ugyanarról. Úgy szoktuk nevezni, ezt etnikai, kulturális folytonosságról van szó. Ezt lehet aztán idegen szavakkal még tovább ragozni, de itt nem is semmit nem értek meg belőle, se a szkíta múltat, se a hun, se az avar, se a magyar múltat, ha nem érzékelem ennek a folytonosságát. Na most a térkép egyéb dolgokat is kirajzol, és ezeket megint nagyon lehetett érezni itt a kurultájon. Hogy tudnélik, ezt a műveltséget nem lehet statikus képletekben megfogni. Tehát ez nem álló, hanem mozgó történelem. Tehát ez azt jelenti, hogy mi itt a Kárpát-medence körzetében mindig a keletről jövő mozgást tartjuk nyilván. Miért? Azért, mert a római kor óta, ami írott hagyomány, ma olvasható nyelven íródott, az innen mindig az ide keletről jövő áramlatokat tartja. Nyilván azt rögzíti. Tehát ezek kerülnek bele a történelemkönyvekbe. A kínaiak viszont mindig a nyugatról keletre vonulókat tartják számon, mert ők viszont ezt érzékelik közvetlenül. És eszükbe nem jut se a nyugatiaknak, se a keletieknek, hogy ez egy és ugyanaz a folyamat. Ez egy pulzáló, folyamatosan ide-oda áramló folyamat, aminek pontosan ez a folyamatosság adja a lényegét. Én akárhol állítom meg, azzal én megölöm. Tehát nem fogom tudni soha megérteni, akárhol csinálok belőle metszetet. Mert ez éppen a folyamatosságában él. Tehát azt jelenti, hogy ennek két gyűjtőmedencéje van, ahol meg lehet állapodni, ahol az eddigi eredményeket meg lehet érlelni, majd utána újra kiindulni. És ennek nagyon pontosan lehet a térképen látni a két lehetséges helyét, az egyik a Kárpát-medence, ez teljesen egyértelmű. Kárpát-medencéről nekünk már annyit hozottak össze, hogy én nem is kezdem el előről, hogy ezeket felsoroljam, talán a leghazugabb az, hogy átjáróház. Tehát ha van a Kárpát, tehát az egész eurázsiai térségben olyan egység, ami nem átjáróház, hanem a megmaradásra alkalmas, szinte korlátlanul védhető természeti egység, az a Kárpát-medence.